Yeah.
Mit cselekedjem, mert nincs hová akarnom az én termésem, és mondta, ezt cselekszem, az én csüreimet lerontom, és nagyobbakat építek, és azokat akarom minden gabonámat és az én javaimat, és ezt mondom az én lelkemnek. Én lelkem, sok javaid vannak, sok esztendőre eltéve. Tedd magadat kényelembe, egyél, igyál, gyönyörködjél. Honda pedig néki az Isten, Bolon, ez éjjel elkérik a te lelkedette tőled, amiket pedig készítettél, ilyen lesz. Így van dolga annak, aki kincset takar magának, és nem az Istenbe gazdag. Mondta pedig az ő tanítványainak, annak okáért mondom néktek, ne aggodalmaskodjatok a ti értetek felől, mit egyetek, se a ti testetek felől, mivel öltözködjetek. Az élet több, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet. A kegyelem Istenet tegye áldotta az ő igényét, hogy Krisztus beszéde lakozzék bennünk gazdagon, és mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk. Az ő dicsőségére jöttek imádkozni. Örökkévaló mennyei felség, áldunk és magasztalunk téged, hogy pihenő napot szereztél számunkra, mely napot tartozunk te néked szentelni. Tartozunk szent házadban megjelenni, téged dicsérni és magasztalni. És azért tartozunk ezzel különösen, mert a hét többi napján bizony hajlamosak vagyunk megfeledkezni a dicséret mondásról, hogy neked szenteljük az időnket, a figyelmünket, mert annyi egyéb van, ami lekössön bennünket, elrabolja az időnket, a figyelmünket. Futunk, szaladunk, kényszerítve vagyunk mások által, szokások által, vagy munka által, vagy lehet éppen a kikapcsolódás által. Csak ilyenkor, amikor te megszólítasz, amikor szent házadba hívsz, amikor itt elcsendesedünk lélekben, tudunk igazán reált figyelni. Bár még most is annyi minden kavarok a lelkünkben, az elménkben. Urunk Istenünk, te vagy, aki el tud csendesíteni bennünk. Te vagy, aki úgy tudsz tanítani, hogy tovább lássunk az orrunk hegyénél, hogy meglássuk azt is, ami talán mások számára titok és láthatatlan. Meg tudod mutatni nekünk a te országodat, amely itt van, jelen van, már ebben a világban, és amiért érdemes nekünk mindenféle földi örökséget akár otthagyni. Kérünk hát, áld meg, szenteld meg Isten tiszteletünket az Úr Jézus Krisztus érdekéért. Amen.
És imé némelyek az írás tudók közül mondának magukban, ez káromlás szó. És Jézus látva az ő gondolataikat mondta, miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben? Mert mi könnyebb ezt mondani, megbocsáttattak néked a te bűneid, vagy ezt mondani, kelj föl és jár, hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, mondta a kutaütöttnek, kelj föl, vedd a te ágyadat, és eredj haza. És az fel kell vég, az a béne. A sokaság pedig ezt látván elálmélkodik, és dicsőíti az Isten, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek. Dicsőíti az Isten, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek. Ez is a ideje. Egy gyógyítás történetét hallottuk a felolvasott ige részben, mégpedig nem akármilyen körülmények között megy végbe ez a gyógyítás, hiszen azt olvassuk a legelején ennek a résznek, hogy a maga városába ment Jézus. Názáretbe ment, abba a városba, ahol ezelőtt nem sokkal volt kénytelen azt kimondani, hogy senki nem lehet proféta a maga hazájában, ahol igen nagy kétkedéssel, vagy talán éppen ellenségeskedéssel fogadták az ő nyilvános megjelenését, fellépését. Ugye nem tudjuk, hogy mi történt Jézussal azt megelőzően, hogy megkezdte volna nyilvános működését. Azt tudjuk, hogy körülbelül 30 esztendős lehetett, amikor először kiállt a nyilvánosság elé azzal az igénnyel, hogy Isten eljövendő közeli országát hirdesse, szabadulást hirdesse, örömhírt mondjon a népnek. Mintegy 30 esztendőn keresztül élt az övéi között. Ismerték őt, hiszen ott, amikor kimondja, hogy senki nem lett próféta a maga hazájában, leírja nekünk a Szentírás, hogy azt kérdezgetik egymástól a városbeliek, hogy hát nem ez az, akinek ismerjük az apját, az anyját, a fi testvéreit, a nő testvéreit, akkor ő áll most ki, ez az ember, aki 30 esztendőn keresztül, ez már nincs leírva, de hozzáteszem a magam részéről, aki 30 esztendőn keresztül közöttünk él, minden nap velünk együtt volt, ismerjük őt jól. Most is van egy apró megjegyzés itt a felolvasott rész végén, amikor azt mondja, hogy a sokaság dicsőíti az Isten, hogy ilyen hatalmat adott az ember. Tehát szó nincsen arról, hogy Jézus messiásnak, Istentől származó, főleg Istennel egyenlő küldöttnek tekintsék, hiszen az írás tudók maguk is felháborodnak, akik jelen vannak akkor, amikor Jézus azt mondja, bízzál, fiam, megbocsátattak néked a te bűneid. Azon háborodnak fel, hogy az Ószövetségi hit szerint bűnt megbocsátani egyedül és kizárólag Istennek van joga. Az Ószövetségi rendtartásban mindenki tartozott Isten elé engesztelő áldozattal járulni. Ezt az engesztelő áldozatot a papság átvette, tehát közreműködött az áldozat feldolgozásában, hiszen különböző módon lehetett és kellett Istennek áldozatot bemutatni, volt, hogy csak kifolyatták a vérét az áldozati állatnak, volt, hogy megégették egészen, volt olyan is, hogy gabonát áldoztak, tehát különböző féle áldozatok voltak, és ennek az áldozatnak az elvégzése, a szertartásnak az elvégzése volt a papság dolga. Nem mondhatta ki azt a pap, hogy megbocsátom a te vétkeidet.
ezt egyedül Istennek volt joga kimondani és kijelenteni, senki másnak rajta kívül. Így már értjük azt a felháborodást, ami az írástudókban támad, akkor, amikor Jézus kimondja, hogy megbocsáttattak néked a te bűneid. De megint egy apróság ebben a jelenetben, az írástudók, akik ott vannak, nem szólnak egy szót sem. Ők csak magukban gondolják, hogy micsoda dolog az, hogy ez a Jézus ilyet mond. Hogy nem mernek megszólalni a tömeg miatt, hogy Jézusra ekkor már olyan híre van messze földön a gyógyításai, a tanításai révén, hogy félnek az ellenséges megnyilvánulásuktól, hogy nem olyan volt az a közeg, hogy ők nem voltak annyira elismertek, tehát nem voltak úgy elöljárói a népnek, hogy hangosan megmertek volna szólalni, vagy egyszerűen csak gyávák voltak. Nem tudjuk, hogy mi az oka, annyit tudunk, hogy magukban gondolják ezeket. Tehát még csak nem is egymás közt beszélik meg, mert ugye összedughatnák a fejüket, ezt ismerjük. Szinte azt mondom, hogy alapvető emberi tulajdonság, hogy szeretjük összedugni a fejünket, odasugni a másiknak valami megjegyzést, valami pletykát, valami észrevételt, aztán a másik továbbadja, meg visszaadja, így szoktak indulni a pletykaságok minden közösségben. Nem erről van szó, mert világosan mondja az ige, hogy amikor Jézus látja az ő gondolataikat, ezt mondja, miért gondoltok gonoszt a ti szívetekre. Elgondolhatjuk a megdöbbenését az írástudóknak, akik ki sem mondták azt, amit ők gondoltak, vagy talán jártatok már ti is úgy, hogy azt hittétek, hogy csak gondoltok valamit, és kimondtátok hangosan, amit a fejetekben gondoltatok, aztán meglepődtetek, amikor a mellettetek lévő rákérdezett, hogy tessék, mit mondtál? Jaj, hát én nem is akartam semmit, csak hogy magamban el vagyok. Talán elsőre ők is azt hihették, hogy hangosan gondolkoztak, ugye ez a kifejezés erre az állapotra, hogy hangosan gondolkoztak, tehát véletlenül kimondták, akkor már nyilván ilyetten néztek körül, hogy vajon még kihallotta Jézuson kívül, aztán rájönnek, hogy nem. Itt sokkal többről van szó, akik ők közönséges embernek, közönséges halandónak hittek, az látja az ő gondolataikat. Hát ennél borzasztóbbat nem is tudok elképzelni. Egy ember számára, különösen egy írástudó számára, egy fariseus számára, de hát bővíthetjük a kört nyugodtan, van-e annál borzasztóbb a bűnös ember számára, mint hogy Isten látja a gondolatainkat. Nem lehet előtte elrejteni semmit. Nem lehet titkolózni, nem lehet elbújni, nem lehet letagadni sem, mert hiába tagadnánk, ha egyszer tökéletesen tisztán lát mindent, ami bennünk van. Amikor az ember nem játszhatja meg magát, nem mutathatja magát másnak, mint aki valójában. Tényleg annyira borzasztó dolog ez? Talán mégsem, hiszen amennyire fenyegetés, legalább annyira, ha nem sokkal jobban vigasztalás a bűnös ember számára az, hogy Isten, Jézus tisztán lát bennünket. Hiszen nem fenyegetéssel, nem büntetéssel közeledik felénk, hanem kegyelemmel és gyógyítással. A Lukács evangéliumából felolvasott részben két részre oszlik az a jelenet. Az első felében Jézus a sokasághoz szól, a végén a történetnek pedig csak a tanítványokhoz. És amikor a tanítványokhoz szól, akkor mondja azt nekik, hogy hát nem több az élet, mint a ruháza. Ugye a ruhát az ember két okból veszi magára. Az egyik az, hogy az időjárás viszontagságai ellen védekezzen,
de a másik az, hogy elvejtse önmagát. Ha visszagondolunk az Éden kertjéig, Ádám és Éva abban a pillanatban, amikor evett a jó és gonosz tudásának fájáról, az első dolog, ami történt velük, az, hogy észrevették, hogy mezítelenek, és gyorsan, függetve a levélből, körülkötőket csináltak maguknak. Tehát a legelső cselekvése az ember bűnbeesése és utána az öltözködéshez kötődik. Ez egy nagyon érdekes dolog szerintem a Szentírásból. Különösen így, hogy halljuk, Jézus is megerősíti, amikor azt mondja, hogy több az élet, hogy sem az öltözet. Ha több az élet, mint az öltözet, akkor értsük meg, hogy nem arra kell nekünk figyelni, hogy hogyan rejtsük el magunkat Isten és ember társaink előtt. Arra kell figyelni, hogy minél kevesebb okot adjunk az elrejtőzésre. Minél tisztában és egyenesebben megmutathassuk magunkat, nem csak Isten, de embertársaink előtt is. Én nehezen tudom azt elképzelni egyáltalán, hogy valaki az életét úgy élje le, hogy Isten felé nyitott, őszinte, tehát megvallja töredelmesen a bűneit Isten szín előtt, de az emberek felé egy egészen más arcot mutat. Úgymond fent akarja tartani a látszatot. Nem lehet ilyen kettősségben élni, ebben belebukik, vagy beletörik az ember, vagy mind a két irányba álságosak, vagy mind a két irányba Isten és ember felé egyaránt igazak és egyenesek vagyunk. Azok az írásunk, akik jelen vannak a kutaütött ember gyógyításánál, bizony még nem tudják, hogy mi az, amire az Úr Jézus Krisztus képes, ők még meg nem is suddolóznak, hanem önmagukban mondanak ítéletet Jézus felett, akkor, amikor Jézus azt mondja, bízzál, megbocsátottak néked a te bűneid. Van megint egy érdekes része a történetnek, hogy amikor kimondja ezt Jézus, nem történik semmi. Látszatra legalábbis nem történik semmi. Nem gyógyul meg a beteg. Nem kell fel, és nem veszi a nyoszójáját, az ágyát, ford ágyát, hogy azzal hazamegy. Eltelik még néhány perc, ugye lezajlik ez a kis jelenet Jézus és az írás tudók között. Amikor is Jézus számon kéri az írás tudókon az ő megrögzöttségüket, nem is tudom, annyira nem nagy bűn az írástudók részéről, hogy ők magukban számon kérik azt, hogy miért mondja azt Jézus, hogy megbocsátottak néked a te bűneid. Ők az ószövetségi hit gyakorlat szerint jártak el, tehát nem is kárhoztatja őket különösebben Jézus, megmutatja nekik, hogy márpedig neki igenis hatalma. És azt mondja, hogy jó, akkor most nézzétek meg, hogy már pedig nem csak ennyiből áll, hogy azt mondom ennek a gutaütött embernek, hogy bízzál, fiam, megbocsátattak néked a te bűneid, következhetnék az ezután, hogy azt mondja, vigyétek őt haza, és várjátok jó reménységgel ennek a betegnek a meggyógyulását, és aztán majd idő teltével meggyógyulhatna a beteg, hiszen tudjuk bár régies a szóhasználat, hogy a gutaütöttség az agyvérzés, a mai kifejezéssel, az agyvérzésből föl lehet épülni. Nem feltétlenül épül fel az ember, de elég jó eséllyel fel lehet épülni. Nyilván sok tényezőtől függ, hogy milyen súlyos az az agyvérzés, mennyire érint bizonyos létfontosságú központokat, az agyban, tehát sok mindentől függ, de föl lehet épülni. Tehát mondhatná Jézus azt, hogy megbocsátottak a te bűneid, és föl fogsz épülni. De hogy az írástudóknak, és nem csak az írástudóknak, hanem minden jelenlévőnek nyilvánvalóvá tegye a hatalmát, azt mondja, kelj most, teszem hozzá, kelj most föl, vedd a te nyoszajádat, és evegy haza.
Csak utöltött ember, aki nyilván addig maga tehetetlen állapotban volt, tehát még csak megszólalni sem tudott, hiszen azt mondja Jézus, illetve azt mondja a történet nekünk, hogy látta Jézus azoknak a hitét, akik ezt a utöltött embert odahozták. Az az ember nem tud magáról semmiféle életjelet adni, az övéi, a szerettei, családja, barátjai, rokonai, nem tudjuk, hogy milyen kapcsolatban voltak ezzel az emberrel. Ők hisznek Jézusban olyan mélyen, olyan hittel, hogy elég merik hozni, hogy gyógyítsa meg ezt az embert. Tehát ez is egy különleges állapot, hogy Jézus nem a betegnek, nem a szenvedőnek a szüksége és hite szerint gyógyítja meg, hanem azoknak a hitéért, amik őt körülvezik. Ez pedig minden keresztény ember számára nagyon komoly feladatot ír elő, hogy tudnélik imádkozzunk a betegeinkért. Imádkozzunk azokért, akik a környezetünkben bármiféle szükséget és nyomorúságot látnak. Nem véletlen, hogy minden vasárnapi istentisztelet alkalmában igyekszünk együtt imádkozni, nem mindig ugyanúgy, de igyekszünk közel minden vasárnap imádkozni a szükségben, a nyomorúságban lévőkért, betegekért, özvegyekért és a többiekért. Mert kötelességünk Istenben. Mert a mi hitünkért, a mi imádságunkért az Úristen megcselekszi azt, hogy meggyógyítson. Az újkori, a jelenkori egyház történetben számos példát tudunk felhozni arra, amikor a gyülekezet imádsága megtartott egy beteget, meggyógyított egy beteget, egészségesített, olyankor, amikor a mai modern, csodálatos orvos tudomány már lemondott arról a betegről. Hát akkor hogy ne imádkoznám? Hogy ne hoznám valóságosan vagy képletesen lélekbe betegeinket és rászorulóinkat az Úr Jézus Krisztus színe elé. Akkor, amikor hitetlenség, akkor, amikor kételkedés veszi körül ezt a beteget. Az írás tudók részéről elsősorban, de talán még mások is voltak ott, akik hasonlóan gondolkoztak, Jézus még egy kicsit kíván, előbb helyre teszi őket is. És utána mutatja meg nyilvánosan és nyilvánvalóan az ő hatalmát. Talán ma is éppen úgy szükség van, hogy a mai írástudók, a mai hitelkedők előbb fogalmazhatunk így, hogy megkapják a magukét, vagy mondjuk úgy, hogy előbb kényszerítve legyenek elismerni és elfogadni Jézus Krisztusnak a hatalmát, és utána történhetnek meg azok a csodák, azok a gyógyulások, amiket oly szívesen hallunk a Szentírásból, és amiket oly szívesen üdvözölnénk, vagy ha megadatik, akkor üdvözlünk a magunk és szeretteink életében. Ez pedig arra figyelmeztet bennünket, hogy amennyiben rajtunk áll, és amennyire csak lehetséges, mi hívő keresztények, Istennek gyermeke, Jézus Krisztusnak tanítvány, gondoskodjunk róla, érezzünk kötelességünknek, hogy minél kevesebb úgynevezett írástudó és farizeus, kételkedő és hitetlenkedő legyen a környezet, szavaink, cselekedeteink, életünk, sugározzák, hirdessék azt a hitet, ami bennünk él, aminek jutalmául az Úr Jézus Krisztus imádságainkat minden bizonnyal meghallgatja. Amen. Örökkévaló mennyék felség, áldunk és magasztalunk mi is, mint oly sokan ezen a világon.
azért a csodálatos kegyelemért, amit nyilvánvalóvá tettél az ember számára. Akkor is, amikor az Úr Jézus Krisztus a Földön járt, és mindenféle csodákat és gyógyításokat vitt véghez, de az azóta eltelt időben is, hiszen számtalanszor, valóban megszámolhatatlanul sokszor bizonyítottad a történelemben, de bizonyítottad a mi időnkben is, hogy meghallgatod a könyörgéseinket. Rátekintesz mindazokra, akik szükséget, nyomorúságot látnak, hogy meghallgatod az elmondott imádságokat, hogy nem múlik el térbe és időbe a panasz hang, nem hagyod hallatlanul azokat, hanem mindent, ami a javunkra van és embertársaink javára van, meghallgatsz és teljesítesz. De látod, Urunk, körülöttünk és bizony bennünk is, mégis milyen sokszor eluralkodik a hitetlenség. Milyen könnyen kételkedőkké válunk, milyen könnyen követelőzők leszünk, mint akiknek kijár, mint akik elvárjuk, hogy a mi kérésünket, sőt követelésünket aztán azonnal teljesítse, és mi sokszor annyi türelmünk sincsen, mint volt annak a hudaütöttnek és hozzátartozóinak, akinek nem egyből és azonnal adatott meg a gyógyulás. Előbb még nyilvánvalóvá kellett tegye az Úr Jézus Krisztus a hatalmát mindazok számára, akik kételkedtek ő benne. Ha lehet, akkor ne kelljen betegeinknek, a szenvedőknek, a nélkülözőknek várni, mindaddig, amíg eltűnik a hitetlenség a környezetünkből. Bár jó lenne, és kérjük, Urunk Istenünk, most is, és engedd, hogy naponként kérjük azt, hogy a hitetlenség mind kevesebb legyen bennünk és körülöttünk. És ha lehet, akkor mindazok, akik sírnak, akiknek okuk van a panaszra, mindazok, akik nélkülöznek, szűkölködnek, tapasztalják meg a te gazdag kegyelmedet, amivel elveszed a fájdalmat, elveszed a szenvedést, a betegséget, elveszed a nélkülözést, és megadod, mire az embernek szüksége van, hiszen tudjuk, drágábbak vagyunk neked, minden teremtettnél ezen a világon. Kérünk hát, Urunk Isten, légy velünk ezen a mai napon és az elkövetkezőkön. Áldj és szentelj meg bennünket, hogy mi dicsérhessünk és magasztalhassunk téged, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete, Szentléleknek megálló és megszentelő ereje legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Hirdetem, hogy ma délben emlékfalon szól néhai Baloth Gábor halálának 9. évfordulóján. Özvegye gyermekei és családjai kegyeletes megemlékezéséről. Isten vigasztaló szent lelke legyen az emlékezőkkel. Az emlékharang alkalmából a család 20 lej adományozott az egyházközségnek. Isten gazdag áldása legyen mindenkor a jó kedvű adakozókkal. Hirdetem, hogy
vasárnap délben 1 órakor Halmiban megemlékezünk az aradi vértanúkról, 48-as forradalomról, szabadságharcról. Szeretettel hívnak és várnak minden érdeklődőt a megemlékezésre. A Halmi templomban, majd azután a temetőben lesz koszorúzás, én fogok igét hirdetni a templomi Isten tiszteletet, tehát jövő vasárnap délben 1 órától. Hirdetem, hogy mához 2 hétre, október 16-án délután vendégünk lesz a hollandiai Middelharnis Református Gimnáziumában a kórusa, egy koncertet fognak tartani nekünk. Gyülekezet minden tagját nagy szeretettel hívom és várom. Közel 20 éve ismerem ezt a gimnáziumot, ezt a kórust, bár ugye a gyermekek azok cserélődnek esztendőről esztendőre, és bátran kijelentem és ígérem, hogy váratlan élményben lesz része annak, aki mához 2 hétre vasárnap délután eljön és meghallgatja őket, csodaszépen tudnak énekelni, és egy kicsit másképpen, mint ahogy azt mi itt a magyar nyelvterületen tanuljuk és gyakoroljuk, úgyhogy mindenképpen tényleg jó szívvel ajánlom, hívom és várom a gyülekezetet mához 2 hétre vasárnap délután. Végezetül hirdetem, hogy kapható énekeskönyv a lelkészi hivatalban 20 lej darabja, aki kérte, jelentkezzen, de nem csak annyit hoztam, úgyhogy